Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Ünnepeltünk tegnap, 170 éves a Magyar Honvédség, és a Honvédelem napján Haza bennünk él címszó alatt elismeréseket, kitüntetéseket vehettek át az arra érdemesek, és kitüntetést kapott Görög István, a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely ügyvezetője. A honvédelem ügye érdekében végzett tevékenységért a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség kiemelten fontos feladatai megvalósításának támogatásáért a Magyar Honvédelem napja alkalmával a Honvédelemért kitüntető cím első fokozatát adományozom, aláírás Simicskó István, Magyarország Honvédelmi Minisztere. 2018. május 15-én kelt Budapesten, megmutatnám a kamerának is. Igen, így talán látjuk. Nos, gratulálok. Köszönöm szépen. Nevében, hiszen én azt gondolom, hogy gyakori vendégek vagyunk Pákozdon, és Pákozd, a Katonai Emlékpark egy olyan nagyévű történet, amiről kell, hogy szó essék. És nem csak az ünnepnapokon, hála Istennek azért megtehetjük, hogy nem csak az ünnepeken beszélünk erről, hiszen számtalan rendkívül fontos programmal készülnek évről évre. Kivonatosan néhányat mondanék, hiszen ebből látszik, hogy tulajdonképpen nem múlik el úgy hónap, akár hétben is gondolkodhatunk, amikor a fiatalok, általában a honvédelem iránt érdeklődők ne találnának maguknak olyan programot, ami nagyon fontos Magyarország számára. Tehát kezdjük akár január 22-e, ugye a Doni áttörés, az Uribi áttörés emléknapja, a Donkanyar emlékkápolna, az emlékhelyek napja, a márciusi ifjak egyelőre. Én azt hiszem, hogy a tél vége, illetve a tavasz már is, a tavasz köszöntő március 15-e már is nagyon fontos program. Hogyan sikerült ezeket a programokat összeállítani? Köszönöm szépen a gratulációt, és úgy érzem, hogy ez egy csapatnak a munkáját dicséri, akik létrehozták a Katonai Emlékparkot, és ők működtetik azt. 20 éve kezdődött a Katonai Emlékpark létrehozása, és akkor még csak egy szeptember 29-i rendezvényre gondoltunk, hiszen azon a területen eredendően is egy ilyen tárgyú múzeum üzemelt. Később Gyurica Béla hatására és a Honvédség és Társadalombaráti Kör aktív közreműködésével jöhetett létre egy olyan fejlesztés, aminek eredményeként 2010 márciusára elkészülhetett a most is látható létesítmény, ami persze kisebb fejlesztéseken folyamatosan átesik. Díszítjük hasonlóan, mint a kedves otthonunkat, ezt a nemzeti emlékhelyet. A programokról azt maga az élet adta. Ennek megfelelően március vagy január 12-e vagy az úrévi áttörés évfordulója, egyben a Doni katasztrófára történő emlékezés kezdőnapja. Ez adja a Katonai Emlékparknak is talán az első és legnyomatékosabb és legtragikusabb ünnepét. Ezen a rendezvényen az a célunk, mint az összes másokon is, hogy a lehető legtöbbekhez jusson el a hír, a lehető legtöbb szemét vonjunk be az előkészítésbe, és a lehető legérzelemdúsabban tudjuk ezt az egészet tolmácsolni. A januári rendezvénynél nagyon könnyű dolgunk van, hiszen nagy elődeink Bubori Zoltán és a Doni Kegyelet és Bajtási Szövetség hosszú évtizedes, más, most már így mondom, 2,5 évtizedes, egy százados munkájának eredményeként ott kialakult egy olyan rögzített lefolyás, amely nagyon hatásos. Ezt cserkészek bevonásával, tehát az ifjúság mágia rakástól kezdve, az ifjúság bevonása a műsorba, hozzátartozó kellékeknek az összehozásába, és hát ott a
püspök atyának rendszeres megjelenése, ez mind-mind egy hangsúlyossá teszi magát ezt a rendezvényt. Annak örülünk, hogy évről évre többen vannak, és évről évre többek érzik úgy, hogy bár kellemetlen, mert azért sokszor sötét van, néha egy kicsit megperzselődik a ruha is a mágia hatására, de meg hideg is van, de mind hozzátartozik ahhoz, hogy ezt át tudjuk élni, hogy min is mehettek át őseink. Igen, hát múlt nélkül nincs jövő. Ez körülbelül ugyanez az emlékhelyek napjára is vonatkozik, illetve 1848. március 15-ére emlékezünk. Mint nemzeti emlékhely és mint egy 1848-49-es forradalmi és szabadságharchoz kapcsolódó létesítmény, történelmi színhely, ebből következően talán a leghitelesebben meg tudja jeleníteni azt a kort. Ezt igyekszünk a ma embere számára is kézzelfoghatóvá tenni, ezért vonunk be lehetőleg több hagyományőrzőt. Hagyományőrzőknek nagyon fontos szerepe van a mi tevékenységünkben, hiszen ahhoz, hogy átélhető legyen, ahhoz, hogy a fiatalság számára is vonzó legyen az ottani tevékenység, hiteles legyen a közvetített üzenet, ehhez szükségünk van a közvetítő személyekre. És ezeket talán a leghitelesebben azok a fiatalok tudják megtenni, akik egy-egy kor hagyományait őrzik, és annak mindenféle kellékeivel rendelkezve lehetőleg hitelesebben próbálják azt bemutatni. Így van. Hősök napja. Ez is egy újdonsült történet számunkra. Én azt gondolom, hogy ilyenkor azért emelt fel fejedet büszke magyar címszó alatt igenis szükség van erre. 1917-ben Károly király hozta azt a rendeletet, hogy Magyarországon, illetve a monarchia területén legyen egy nap, és ez május utolsó napja, amikor a hősökre emlékeznek. Ezt 1920-as évek elejétől folyamatosan ünnepelték, és ez az emlékezésnek egy országos jelentőségű napja volt. 1949 óta ez a dolog egy időre ugye megszűnt, majd 1980-as évek utolsó 88-89-ben már imitamot megemlékeztek róla, és a 90-es évek elejétől rendszeresen május utolsó vasárnapján a Magyar Hősök ünnepén, emlékünnepén koszorúzás van. Nagyrészt néma koszorúzások, és így ekkor felkeresik a városi és egyéb vezetők az adott településeken lévő háborús emlékműveket, és egy főhajtással tiszteleknek az elődök emlékének. A katonai emlékparknak is van egy dísztere, és ez a dísztér lényegében ezt az 1000 éves történetet mutatja be, tehát nem csak az első vagy a második világháború hősei előtt tisztelegnek, hanem azon 1000 év vagy 1100 éves történetünk során hazánk védelmében elesett magyarokra tisztelgünk. Az idei év attól lesz különleges, és azért is szóltam róla egy picit bővebben, mert a Hősök tere, ahol a központi ünnepség van Budapesten, ez most átépítés alatt van, ebből következően az állami ünnepség a Katonai Emlékparkban lesz. 27-én 10 órakor nagy szeretettel várok mindenkit. Ott leszünk, igen. Hazánk NATO csatlakozása óta rendkívül fontos a NATO nap, a magyar békefenntartók napja egyaránt. Én azt gondolom, hogy ezt is méltó módon kell ünnepelnünk, hiszen kiemelten fontos hazánk szerepe a NATO-ban. 2002-ben az ENSZ döntött arról, hogy az ENSZ békefenntartásban résztvevő katonáinak egy emléknapot tart. Ez lett a világban a békefenntartó katonák napja, és erre ehhez kapcsolódva Magyarországon is ez megtörtént, így május 29-e a magyar békefenntartók napja.
A békefenntartás nem katonai feladat, de alapvetően katonákra bízzák, hiszen azok a személyek, akik legjobb tudásuk szerint fegyelmükkel és kitartásukkal kötelezettek lehetnek erre a kényes szituációk megoldására. A békefenntartás több mint 100 éves, és alapvetően az osztrák-magyar monarchiának, katonáinak a találmánya. Ezt az első világháborúig szép számmal művelték is, majd az 1970-es években, ugye a vietnámi békefenntartást követően, illetve a rendszerváltást követően folyamatosan oldanak meg békefenntartó feladatokat magyar katonák. Ma is közel 1000 ember van kint, és állnak helyt a világ számos pontján. Úgy érezem, hogy ez valóban egy nagyon fontos emlékünnepség, ezért is talán minden évben nagyon magas szinten történik a honvédség részéről erről történő megemlékezés. Hiszen vannak olyan áldozatok, akik ennek során áldozták fiatal életüket, és hát ezek az emlékek nagyon elevenen élnek. Tehát ennek megfelelően azok a bajtársai, akikkel együtt szolgáltak, ezek folyamatosan ott vannak a családtagok, és ettől ennek az ünnepségnek, ha úgy tetszik, egy nagyon-nagyon bensőséges jellege van. Amit még ehhez hozzá kell tenni, az, hogy ez a magyar béke fenntartók napja. Tehát ebben nem a magyar béke fenntartók katonák napja, hanem a magyar béke fenntartók. És a béke fenntartásban ma is részt vesznek civilek, diplomaták, NGO-k, rendőrök, NAV-os dolgozók, tehát sok minden olyan személyek, akik adott esetben konkrétan ezeket a feladatokat el tudják látni. Nem különben fontos az emlékparki nyár, hogy a játékos foglalkozások a hazafiság iskolájával együtt, én azt gondolom, hogy ez egy kiváló gondolat mindenképpen, hogy a fiatalság is egy kicsit elmerülhessen, megismerje a honvédség munkáját. Annak örülünk, hogy egyre többen vannak, akik, most így mondom, hogy kedvelői lettek a katonazenének, kedvelői annak a kicsit feszes, kicsit egyedi kultúrának, amit a katonák művelnek. Hiszen mondjuk a zeneművészek közül a katonazenészek, ők profi módon űzik a szakmájukat, és egybe katonák, egybe zenészek, és így lesznek katonazenészek, de hát nagyon sok olyan katonatársunk van, aki kiváló képzőművész, aki kiválóan szavalnak, akik kiválóak más művészeti ágakba is, és ennek megfelelően mi azoknak is teret szeretnénk mutatni, teret szeretnénk adni, és lehetőséget arra, hogy megmutatkozzanak. Örülünk annak, hogy egyre többen érdeklődnek is iránta, és ebbe talán segít az is, hogy ez mindig pénteken van, és a Velencei tó közelsége miatt nem csak a térségbeliek látogatják ezt, hanem messze földről ér. Igen, és akkor az aradi vértanúk napja, ugye ez nagyon-nagyon fontos számunkra, hiszen én azt gondolom, hogy a 13-ak és azon túl is kiváló alkalom, hogy ne feledjünk, és figyelemfelhívás eszközeivel éljünk, igenis. Igen, ez a szeptember vége, október eleje, ez a katonai emlékpark életében nagyon jelentős. Egyszer azért, mert szeptember 29-én volt a csata, és az idén 170 éves csata évforduló különös jelentőséget ad az idei tevékenységünknek. Már most kérem mindenkit, hogy aki teheti, az írja be, hogy szeptember 29 az egy szombati napra esik, és nagy szeretettel látjuk, megelevenedik ismét az egykori csata. Köztük 400 ifjú nemzetőr bevonásával, hiszen itt is az a fő lényeg, hogy adjunk élményt, és az élményhez nem csak látni kell, hanem hogyha úgy tetszik, csinálni is ezt a dolgot. És talán ez egy ilyen bevaló részvétel ad majd lehetőséget arra, hogy valaki megélje, vagy átélje azt, hogy mit jelenthetett Aradon életet áldozni azért, amiben hittek. Én úgy gondolom, hogy megköszönve azt, hogy ezt lehetőséget adtak arra, hogy ezt bemutassuk, hogy a mi
emlékparkunk, a mi csapatunk, a Katonai Emlékpark munkatársai, Honvédség Társadalom Baráti Kör munkatársai most már lassan az idejében 20 év óta folyamatosan végzik és csinosítják ezekkel az elemekkel az emlékpark tevékenységét, és azt hiszem, hogy ennek szól ez az elismerés, amiért nagy-nagy köszönettel tartozom Zsorsnak, és külön azért, hogy én vehettem át Varga Tamástól ezt a megkülönböztet kitüntetést. Egy dologról még nem beszéltünk, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Körről már esett szó, viszont az, hogy önkéntes műveleti tartalék. Tehát ugye ezzel keveset beszélünk, hiszen igen, nem is tudhatjuk. Igen, én elmúltam 62, de még van lehetőségem felső korhatárig katonai szolgálatot teljesíteni. Aktívat már nem, de önkéntes műveleti tartalékosként évente több hónapot szolgálok. Jelenleg a Gárdonyjárás Helyi Védelmi Bizottságának honvédelmi alelnöke vagyok. Ebből a funkciómból eredően is kaptam ezt a megtisztelő elismerést. Nos, én minden Székesfehérvárra és minden Székesfehérvár televízió néző nevében is jó egészséget kívánok. Köszönöm, hogy itt van velünk, köszönöm a munkáját. Én azt gondolom, hogy jó helyre került ez az elismerés, és köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Görög István volt a vendégem, aki a Magyar Honvédelem napján honvédelemért kitüntető cím első fokozatát vehette át. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra!